Famembrán. Hallod? Vakelem, semmit nem csinál, visszaveri a hangot, csak takar. Oda teszed a füled. Fantasztikus érzés. Eljövök egy fél méterre, nem érzel semmit, csak közel, akkor érzed, hogy a hang eltűnik. A burkolóanyagokat és hangzásukat mutatja Arató Éva matematikáért és fizikáért rajongó villamosmérnökként végzett akusztika tervező. Számos hazai koncertterem hangzása fűződik a nevéhez, és neki köszönhető az Eiffel műhelyház akusztikája is. Csodás hangzásokat tervez, nem véletlen, hogy sokszor mondják neki, varázsol. Sokszor mondják, hogy akusztikus, hát az egy fekete mágus. Az Eiffel műhelyház Fricsai Ferenc stúdiójában vagyunk, most éppen üres, de ez az a része az épületnek, ahol a zenekar és az énekkar gyakorol, vagy éppen hangfelvételeket rögzít. Én úgy vettem észre, hogy akusztikus értelemben, illetőleg hát az ének hangadás komfortossága tekintetében nem panaszkodtak a kollégák, tehát jó énekelni a Fricsai teremben. 9-re ugrunk. A többi közt itt vették fel a Sába királynője című operafilmhez a zenei részeket. De itt készült az István a király opera változatának lemezfelvétele is. Már a több száz művész fordul meg itt nap mint nap, de hogy lett a MÁV egykori mozdonyjavító műhelyéből egy 400 négyzetméteres, ezzel pedig az ország legnagyobb és legmodernebb hangfelvétel stúdiója. Bizony, amikor először itt kint voltunk, csak a puszta csarnokot láttuk, akkor azért úgy egy kicsit elgondolkoztam, hogy hogy tudunk mi ebből egy működőképes olyan játszóházat teremteni, ami minden célnak megfelel. Olyan akusztikai teret kellett biztosítani, ami megfelel egy komoly zenei hangversenystúdiónak, egyaránt alkalmas hangfelvételek készítésére, próbákra és kisebb koncertek megtartására is. Ennek a munkának az elvégzéséhez az összes eddigi szakmai tapasztalatára szüksége volt Évának, hisz óriási a távolság, emiatt pedig komoly hangút különbségek vannak. Figyelmet kellett fordítani arra, hogy a kései hangvisszaverődések ne legyenek zavaróak, hogy ne csengjen bongjon, vagy ne legyen túl csillapított a terem. Ebben a térben négyféle elemet láthatunk, háromféle frekvenciatartományban működik. A mély hangelnyelők közül két típust használtunk, a fa membránt és a műbőr membránt. Mind a kettő úgy működik, mint egy dob. Tehát úgy kell elképzelni, hogyha megkocogtatjuk, azt a hangot adja ki, mint amit elnyel a térben, amikor megszólal a zenekar. A széles sávú elnyelők, ennek az a lényege, ez egy textilfelület, gyönyörű szép textilfelület. Ennek az a lényege, nem a textil nyel, a textil átengedi a hangot, és mögötte van a hangelnyelő, a magasakat és a közepes hangokat nyeli. Ezen kívül, ami nagyon érdekes, és az én kedvenc elemem, ezek a hasábos diffúzorok. Ezek minél jobban egymástól különbözőek, tehát nem egyformák a hasábok, annál nagyobb frekvenciasávban tudja visszaverni úgy a hangot, hogy szétteríti. De nem csak az akusztika, hanem a látvány. Itt a gyönyörű aranyszín is összefügg a hallással. Egy térben nyomasztó az esztétikai megjelenés, akkor már mindjárt nem is olyan szép a hangzás. Ezek összefüggnek. De nem csak ez a terem, hanem a Banffy színpad, sőt még az öltözők hangzása is az ő nevéhez köthető. A fejlesztések pedig tovább folytatódnak. Hamarosan a Hevesi Sándor házi színpad is hasonló akusztikai kialakítást kap.